13 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak tegnap Magyarországon. A beutazási korlátozások szerdán lépnek életbe. Csaknem 200 idény munkás került karanténba Angliában. Több mint 70-nek közülük pozitív lett a koronavírus tesztje. Andrzej Duda nyerte a lengyelországi elnökválasztást. Szoros volt a verseny, kevesebb mint 2,5%-nyi szavazat döntött. És robbanás történt egy hadihajón egy amerikai támaszponton. 21 ember könnyebben megsérült. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Továbbra is kedvezőek a magyarországi járványügyi adatok. Tegnap 13 embernél mutatták ki a koronavírust, és ezzel 4247 főre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Jó hír, hogy nincs újabb elhunyt, így továbbra is 595 áldozata van a járványnak. Jelenleg 579-en betegek, közülük 127-en vannak kórházban és 5-en lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma pedig 3073. Müller Cecília országos tiszti főorvos az M1-en azt mondta, hogy a kedvező adatok ellenére továbbra is be kell tartania a higiéniai szabályokat. Szerdán 0 órától pedig életbe lépnek a beutazási korlátozások. Hetek óta szabadon, korlátozások nélkül haladhatott a forgalom Magyarország valamennyi határszakaszán, szerda éjféltől azonban szigorodnak a szabályok. A kormány az operatív törzs javaslatára arról döntött, hogy az országokat vörös, sárga és zöld kategóriába sorolja, az szerint, hogy milyen súlyos az adott állam járványügyi helyzete. Ez határozza majd meg a hazánkba való beutazás feltételeit. A sárga és a vörös zónából érkező magyar állampolgároknak a határon egy egészségügyi vizsgálaton kell átesniük. Hogyha felmerül a gyanú koronavírus fertőzöttségre, akkor a klinikai állapotától függően akár kórházi kezelésre szorul, akkor értelemszerűen őt oda kell vinni, vagy hogyha alacsonyabb kockázatú, de mégiscsak felmerül a gyanú, akkor az otthonában 14 napos házi karanténba kerül. Meg kell védenünk a saját biztonságunkat, meg kell akadályoznunk azt, hogy a vírust külföldről lehessen behurcolni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a beutazási korlátozásokra azért van szükség, hogy ne kelljen visszatérni a szigorú védekezéshez. Akkor van esély arra, hogy az életünket korlátozó intézkedések újbóli bevezetését elkerüljük, hogyha a vírust sikerül a határokon kívül tartani. Továbbra is a magyar kormány számára a magyar emberek egészsége, élete és biztonsága legfontosabb, ezért mindent megtesz a kormány, hogy megakadályozza a vírus visszatérését. A koronavírus ugyanis továbbra is jelen van, a hazai fertőzöttek száma reggelre 13-mal emelkedett, újabb halálos áldozatot azonban nem követelt a vírus. A kormányzati honlapon kiemelték, hazánk járványügyi adatai továbbra is kedvezőek. A sikeres védekezésnek hála, eddig sikerült elkerülni a tömeges megbetegedéseket és haláleseteket. Több szomszédos országban is tovább romlott a helyzet a járvány miatt. Nem véletlen, hogy Ukrajna a vörös zónába került, ott ugyanis egyetlen nap alatt csaknem 700 új fertőzöttet találtak. És Romániában is rekordokat döntöget az új betegek száma. A román miniszterelnök fegyelmezettségre kérte a lakosságot, de újabb szigorításokat egyelőre nem vezettek be. Szerbiában viszont igen, a zárt helyeken megint maszkot kell viselni. Nyüzsögnek a turisták a horvátországi Pula belvárosában. Maszkokat szinte senkin sem lehet látni, annak ellenére, hogy nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Ez a család lakókocsival érkezett Belgiumból. Azt mondták ők, ebben a helyzetben sem mondanak le a nyaralásról. Mi idén is nyaralunk, és ugyanazt csináljuk, mint bármely más évben. Emellett ellátogatunk éttermekbe és néhány kirándulásra, vásárolgatunk Pulában, sorolta a heti programot. Ezek az olasz turisták is azt tervezik, hogy bejárják a környéket. Pulába és Premantúrába megyünk, meglátogatjuk az összes közeli helyet, mondja ez az olasz turista. Szerbiában is folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában csak Vajdaságban 138 új beteget regisztráltak, ezért szigorításokat vezettek be. Például kötelező maszkot viselni zárt helyiségekben.
korlátozták a vendéglátóegységek és az üzletek nyitvatartási idejét is. A bezártság időszaka után normális volt, hogy jött egy lazítás. Szebb az idő, olyan az évszak, hogy az emberek igénylik az utcát, a strandot, a rakpartot és egyebeket. Ez érthető, de ebben a helyzetben szerintem okosabb lenne, ha mégis egy kicsit visszafognánk magunkat, mondja ez a szerb férfi. Egyre leterheltebb a szerb egészségügyi rendszer is. Újvidéken ezért növelték a Covid rendelők számát. Még mindig ott tartunk, hogy az óvintézkedések nagyon fontosak, és mindig minden ember, páciens, itt vagyunk mi szakemberek, szakorvosok, általános orvosok, forduljanak elsőbb hozzánk. Ausztriában is megugrott a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 114 új beteget találtak. Az osztrák kormány ezért újra óvintézkedéseket vezetett be. Karintiában ismét kötelezővé tették a maszkviselést este 9 és hajnali 2 óra között. Sok fiatal azonban nem veszi komolyan a szabályokat. Valójában azt gondoltuk, hogy a maszkok csak a kocsmákban szükségesek, de nem a szabadban, mondja ez az osztrák férfi. Egy közvélemény kutatás szerint az osztrákok több mint 80%-a gondolja azt, hogy a lakosság magatartása a felelős azért, hogy visszatért a járvány. Sebastian Kurz kancellár nemrég a nyári szünet kezdetekor egy felhívást intézett Ausztria lakosságához. Ebben felhívja az osztrákok figyelmét, hogy a koronavírus mindenütt jelen van, tehát a nyaralóhelyeken és az üdülőhelyeken is. A kancellár leszögezi, hogy a koronavírus nem ismer határokat, és felhívja Ausztria lakosságának figyelmét a szabályok betartására. Romániában egy hét alatt rekordsok, több mint 3500 új fertőzöttet diagnosztizált. A kormány nagyszabású ellenőrzésekkel és bírságokkal próbálja távolságtartásra bírni a lakosságot. Főként a kerthelyiségeket és a szórakozó helyeket ellenőrzik. A román kormányfő is fegyelmezettségre kérte a lakosságot. A kormány célja, hogy ne kelljen újabb korlátozásokat bevezetni azért, hogy megvédjük a munkahelyeket. De ez csak akkor lehetséges, ha minden intézmény, magánvállalat és minden állampolgár felelősségteljesen viselkedik, mondta Ludovik Orbán. A környező országok közül Ukrajnában most a legrosszabb a helyzet. Az elmúlt hetekben naponta több mint 1000 fertőzöttek meg, ezért itt az enyhítések egyelőre szóba sem jöhetnek. Míg a hét közepén átlagosan 800 fertőzöttet azonosítottak, addig ma már 122-vel kevesebbet, egészen pontosan 678-at. Szerencsére az elmúlt napokban többen épültek fel, mint ahányan elkapták a koronavírust. Ukrajnában az adaptív karantén értelmében jelenleg 7 megye nem áll készen az enyhítésekre, ebbe egyelőre Kárpátalja is beletartozik. Ukrajnában március óta 53 ezer esetet azonosítottak. Jelenleg 26 ezeren betegek. Csak nem 200 idény munkást helyeztek karantén alá egy közép-angliai farmon, miután több mint 70-nek közülük pozitív lett a koronavírus tesztje. A munkavállalókat, akiket elsősorban szezonális zöldségszedésre alkalmaznak, arra utasították a hatóságok, hogy ne hagyják el a birtokon lévő szállásukat, és csak is a velük egy háztartásban élőkkel érintkezzenek. Noha az elmúlt hetekben folyamatosan csökkent a fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban, több új gócpont is kialakult szerte a szigetországban. A legtöbb megbetegedést húsfeldolgozó üzemekben észlelték. A világon már csaknem 13 millió ember fertőződött meg a koronavírussal, derül ki a Baltimore-i John Hopkins Egyetem adataiból. A halálos áldozatok száma megközelíti az 570 ezret, a gyógyultaké pedig meghaladta a 7 milliót. A fertőzés jelenleg 188 országban van jelen. Vakcina továbbra sincs a vírus ellen, és bár sokan dolgoznak a kifejlesztésén, ezek hitelesítése és forgalomba kerülése még hosszas procedúrát vesz igénybe. Andrzej Duda nyerte a lengyel elnök választást a szavazatok csaknem teljes összesítése szerint. A hivatalban lévő elnök a szavazatok 51,21%-át szerezte meg, míg ellenfele Rafal Trzaskowski, Varsó főpolgármestere 48,79%-nyi voksot kapott. A külföldről leadott szavazatokat még nem vették figyelembe, de a választási bizottság vezetője szerint ezek érdemben már nem fognak változtatni az eredményen. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy Andrzej Dudával közös fénykép alá azt írta, hogy bravo.
Így ünnepelték támogatói Andrzej Dudát az első exit poll adatok után még vasárnap este Pultusk városában. A jelenleg is hivatalban lévő lengyel elnök már akkora győzelemről beszélt. Hölgyeim és uraim, 70%-os részvételi arány mellett megnyerni egy elnökválasztást hihetetlen eredmény. Szívből köszönöm minden honfitársamnak, mondta még az este Andrzej Duda. Ekkor még kihívója, Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere is bízott a győzelemben. Szoros volt ugyanis a verseny. Össze kell még számolni az összes szavazatot. Lengyelországban mindenki számára idegtépő lesz ez a mai éjszaka, de teljesen biztos vagyok benne, hogy mi fogunk nyerni, mondta Rafał Trzaskowski. A Lengyel Választási Bizottság hétfőn délelőtt jelentette be, hogy a szavazatok csak nem teljes feldolgozottsága mellett ismét Andrzej Dudát választották Lengyelország elnökének. A szavazatok 99,97%-os feldolgozottsága mellett a nem hivatalos eredmény szerint Andrzej Duda 10.413.094 szavazatot kapott, ami 51,21%, míg Rafał Trzaskowski 9.921.219 szavazatot, ami 48,79%, mondta a Lengyel Választási Bizottság elnöke. A külföldről leadott szavazatokat még nem vették figyelembe, de a Választási Bizottság vezetője szerint ezek érdemben már nem fognak változtatni az eredményen. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint most békés 3 év következhet a lengyel politikában. A jelenlegi kormány ugyanis Andrzej Dudát támogatta az elnökválasztáson. Tavaly ősszel voltak a parlamenti választások, és a mostani elnökválasztással egy hosszú választási szezon zárul le Lengyelországba. A várakozások szerint legközelebb 2023 őszén lehet választás, azaz 3 évig béke és nyugalom, és elnök és parlament közötti feszültség nélküli időszak kezdődhet. A hivatalos végeredményt várhatóan hétfőn este vagy kedd reggel teszik közzé. Itthon a kormánypártok kezdeményezésére 2 napos rendkívüli ülést tart a héten az országgyűlés. A képviselők ma a kormány tagjainak tehetnek fel azonnali kérdéseket, holnap pedig megvitatják, majd el is fogadhatják a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos Európai Uniós gazdasági intézkedésekről szóló határozati javaslatot. A kormánypártok azért nyújtották be indítványukat és kezdeményezték a ház rendkívüli ülését, mert a hét második felében megrendezendő uniós csúcson döntés születik annak a 750 milliárd eurós hitelnek a felvételéről, amelyért a tagállamok vállalják a garanciát. Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy a magyar kormány támogatási feltételei között szerepel egyfelől az, hogy a pénzt ne lehessen politikai zsaroláshoz használni. Másfelől pedig az, hogy a pénzosztás igazságos legyen. A jelenlegi álláspont szerint ugyanis Magyarország nagyjából annyi támogatást kapna, mint amennyit vissza is kellene fizetnie. Szemben jó néhány olyan dél-európai országgal, amely országoknak a mérete, gazdasági teljesítő képessége jelen állapotban már Magyarországéval egy nagyságrendű, és 30-40%-kal nagyobb támogatást kapnának. Ez egy olyan igazságtalan rendszer, amit nem tudunk támogatni, mind az Európai Parlamentben fellépünk, a rendszer megváltoztatása érdekében is természetesen a magyar miniszterelnök is kőkeményen fog pénteken, illetve szombaton az európai csúcson tárgyalni ennek érdekében. A hétvégi uniós csúcs előtt ma a külügyminiszterek találkoztak Brüsszelben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt 5 hónap után találkoznak újra személyesen, és 3 a migráció szempontjából fontos kérdést tárgyalnak. Ezek az EU kapcsolata Törökországgal, a közel-keleti helyzet, valamint az afrikai országokkal kötendő migrációs megállapodás. Az Európába érkező migrációs útvonal déli kapujának tartják Lampedusa szigetét, ahol az utóbbi napokban mintegy 800-an kötöttek ki több különböző hajóval. Lampedusa polgármestere migrációs és egészségügyi vészhelyzet kihirdetését kérte a római kormánytól, miközben a szintén dél-olaszországi Amantea város lakói az utcán tiltakoztak a migránsok odahelyezése ellen. A helyiek egyebek mellett attól félnek, hogy koronavírust hoznak magukkal az illegális bevándorlók. Erre ugyanis már több példa is volt. Részletek Rómából, Sárközi Júliától.
A kalábriai Amantéában, amely Olaszországban ismert üdülőhely, 70 fős pakisztáni csoport érkezett meg vitorlással a partokra, majdnem 30-an pozitívnak bizonyultak, és 20 pakisztán férfit itt Amantéában igyekeztek elhelyezni. A hatóságok természetesen karantén alatt, de a lakosok az utcára vonultak, két utat is eltorlaszoltak, és csak akkor hagytak alába tiltakozással, amikor a hatóságok bejelentették, hogy elszállítják őket. Robbanás történt és tűz ütött ki egy amerikai hadihajón a kaliforniai San Diego haditengerészeti támaszpontján. A helikopter hordozón éppen karbantartási munkálatok folytak, a fedélzetén pedig nagyjából 160 tengerész és 10 tartózkodott. Legkevesebb 21 embert könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A kigyulladt hajót elborító hatalmas füstfelhőt kilométerekről is látni lehetett, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet. Sűrű füst tört az ég felé vasárnap az amerikai haditengerészet San Diego-i támaszpontján. Robbanás történt, majd tűz ütött ki az egyik kikötőben állomásozó hadihajón. A hatalmas füstoszlopot az egész városban és a környéken is látni lehetett. A lángok a délutáni órákban csaptak fel, a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek és órákon át küzdöttek, hogy megfékezzék a tüzet. Az oltásban tűzoltóhajók is részt vettek. A hadihajón éppen karbantartási munkák folytak, amikor lángra lobbant a tűz. A fedélzetén ekkor nagyjából 160 tengerész és tiszt volt. Nagy volt az ijegység és a zavarodottság. Nem lehetett tudni, hogy mi történik hirtelen. Támadás volt-e, vagy valamiféle hiba lépett fel a hajón, számolt be egy veterán tiszt. A kikötőt és a környékét kiürítették, két másik közelben dokkoló hadihajót pedig távolabbi kikötőkbe vontattak. A tűzben többen megsérültek, a flotta egyik szóvivője szerint 17 tengerészt és 4 civilt kórházba kellett szállítani. Úgy tudni azonban, hogy sérüléseik nem életveszélyesek. Legkevesebb egy sérültet füstmérgezés miatt kezelnek. Az amerikai haditengerészet műveleti parancsnoka Twitter bejegyzésében mondott köszönetet a San Diego-i támaszponton és a hajó fedélzetén szolgáló tűzoltók gyors reagálásáért. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a robbanást a több mint 200 méter hosszú partra szálló támadóhajón. Beszámolók szerint a tűz az alsó rakománytérben keletkezett, ahol rendszerint a tengerészeti felszerelést és járműveket tárolták. A flotta illetékesei szerint a fedélzeten nem volt lőszer és vélhetően nem az üzemanyag miatt lobbant fel a szikra. A jelentések szerint a robbanás a hajó belsejében történt. Az első beszámolók a túlzott nyomás visszaeséséről szólnak. Akkor kezdhetett el megemelkedni a nyomás, amikor a belső tér hevülni kezdett és ez vezethetett a robbanáshoz, magyarázta a flotta egyik admirálisa. A hadihajó katonai helikopterek indítására és fogadására, valamint kisebb hajók szállítására és vízrebocsátására alkalmas. Az amerikai haditengerészet második legnagyobb hajójaként tartják számon. Itthon továbbra is több sérültet ápolnak kórházban a tegnapi tótvázsonyi kerékpárbaleset után. A legtöbben Veszprémben vannak a súlyos sérültek közül, ők további műtéti beavatkozásra szorulnak. Könnyebb sérülteket pedig Budapesten, Győrben, Dunaújvárosban és Tatabányán is ápolnak. Tótvázsonynál tegnap délután történt tömeges bukás egy amatőr országúti kerékpárversenyen. Csaknem 50 versenyző esett el és 19 embert kórházba szállítottak. Az M1-nek az Uzsoki kórházból nyilatkozott Lovasi Krisztián olimpikon kerékpározó, aki azt mondta, hogy korábban ilyen bukást még sehol nem látott. A Veszprémi Kórház traumatológiai osztálya jelenleg is 3 sérültet ápolnak itt. Sérüléseik súlyosak, de nem életveszélyesek. A következő napokban még műtétek várnak rájuk. Egy kerékpárost a szájsebészeten is kezelnek. A vasárnapi kerékpáros tömegbaleset után összesen 11 embert szállítottak ide. Törésekkel, zúzódásokkal hozták be őket a mentők. 7 versenyzőnek inkább végtag törései, jellemzően kulcscsont, lapocka és lábszár törés volt. Őket úgy tudjuk, hogy még tegnap délután, illetve az esti órákban átszállították a lakóhelyükhöz közeleső területileg illetékes kórházakba, a többi között Budapestre, Győrbe, Dunaújvárosba és Tatabányára. De a székesfehérvári és az ajkai kórházba is vittek sérülteket. Az orvosok úgy fogalmaztak, az ő állapotuk is kielégítő.
Vasárnap Tótvázsonynál történt tömegbaleset egy amatőr országúti kerékpárversenyen. Ezek voltak az indulás utáni pillanatok. A versenyzők azonban csak 3 kilométert tettek meg, nem sokkal az indulás után, ugyanis egy éles kanyarban többen kicsúsztak és egymásnak ütköztek. A 200 indulóból körülbelül 50-en estek el. Ezt a fotót az esés pillanatában készítette az M1 egyik nézője. Ezeket a képeket pedig már a baleset után rögzítették. A Zengő Sport Egyesület képei már csak a széttört kerékpárok láthatók. De órákkal a szerencsétlenség után is lehetett még látni a fékezések nyomait, vérfoltokat és a kerékpárosok széttört szemüvegeit az út mentén. Egy ilyen eskanyar volt, én már csak azt látom, hogy csúsznak ki az emberek, viszonyat tempóval is, és tálnak a kerékpárok, meg kerekek törtek ki a kerékpárból, meg ilyen 3-4 felé tört kerékpár darabok az úton. A versenyzők között volt Lovasi Krisztián olimpikon kerékpározó is, a BVSC versenyzője. Az M1-nek azt mondta, ilyen balesetet korábban még sosem látott. Jelenleg az Uzsoki utcai kórházban van, zúzódott a csukója, két ujja eltört, és agyrázkódással is kezelik. Szombom is kapott egy nagyobb ütést, hát az izom az egyről nem tudni, hogy van-e valami izomszakadás vagy sérülés, de azt majd holnap, hogyha hazaengednek, akkor azt egyből elmegyek és azt megvizsgáltatom. Csípőmet ütöttem be, nyakamat húztam meg, hát így nagyjából ennyi, de ami ott volt, hát én ilyet meg ennyi vérző embert, én még nem láttam kerékpárversenyen, ami itt történt. Tótvázsony és Balatonszüllős között egy 8%-os lejtős szakaszon történt a baleset. A résztvevők nagyjából 70 km/h haladhattak, sokan azonban ennél jóval többel is gurulhattak a lejtőn. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülményeket még vizsgálják. Egy vágányon 40 km/h sebességkorlátozás mellett újraindult a vonatközlekedés Nagymaros és Szob között, ahol csaknem egy hónapja kő és sárlavina árasztotta el a vágányokat. Kapcsolunk is a helyszínre, ott van kolléganőm Cserei Judit. Judit, milyen menetrendi változásokat jelent most ez? Szervusz, mindenképpen módosított menetrend szerint közlekednek Budapest, Vác, Szob, Nagyvaros vonalon és egy vágányon, ahogy a felvezetőben is lehetett hallani a vonatok. Ezek a módosítások egyébként a MÁV Informnak a közösségi oldalán megtalálhatóak, több vonattal is találkoztunk már. A támfal mellett lévő vágányon közlekednek egyébként a vonatok, és nem csak a személyvonatok, hanem a nemzetközi vonatok is. Úgy tudjuk, hogy egy részük már elindult a mai nap folyamán, egy részük pedig a nemzetközi vonalaknak a holnapi nap folyamán fog elindulni, és nem kell a határátlépés miatt ezeknek a nemzetközi járatoknak kerülniük, hanem Szobnál átléphetik a határt. Itt a Dunához közeleső vágányon, ahol ugye 70 méteren a töltés súlyosan megrongálódott, több ponton is még most is jól látszik, hogy a Rézsűnek a megtisztításán, a töltés helyreállításán gőzerővel dolgoznak a MÁV-nak a szakemberei. Éppen ezért egyébként itt a mögöttem látható dömösi átkelés nem is lehet használni, tehát itt a vonatok nem állnak meg, ugye Nagymarosnál, illetve Szobnál van a megálló, és Nagymarosnál várják be egymást a vonatok. A 12-es számú főúton is továbbra is a helyreállítási munkálatok miatt csak fél pályán közlekednek az autósok, nekik 5 perc a várakozási idejük, és egyébként a vonatpótló hajójáratok sikeressége miatt a Mahart Pass neve éppen a mai nap folyamán a Duna túloldalán Dömösnél jelentette be azt, hogy egy különböző hop-on, hop-off hajójáratok indulnak, ezek is a környező településeken közlekednek majd, úgyhogy ezek a legfrissebbek innen Nagymarosról. Cserei Judit volt kapcsolatban, köszönjük szépen! És amint elhangzott az élő bejelentkezésben is, tovább bővül a Mahar-Duna kanyari településeket összekötő úgynevezett hop-on-hop-off hajójárata. Ezt jelentette be a kormány szóvivő. Szent Királyi Alexandra azt mondta, hogy jelenleg a Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád vonalon lehet hajózni egyetlen jeggyel. Ezzel egy napon belül bármikor ki lehet szállni a hajóról, majd egy következőre fel lehet szállni. Ez a szolgáltatás bővül, így péntektől akár Esztergomig is lehet hajózni a Dunán. Azt is hozzátette, hogy idén lehetőleg biztonságos hazai úti célokat érdemes választani. Itt nem csak fantasztikus programokban lehet részünk, de segíthetjük azokat is, akik ebből a szektorból élnek.
Esztergom és Zebegény között egy új járat fog indulni. Pénteken, szombaton és vasárnap fog közlekedni, naponta majd két alkalommal. És Zebegényben, ha pedig úgy döntünk, akkor lehetőség lesz majd a Dunakanyari Hopon-Hopof járatra átszállni, ami azt jelenti praktikusan, hogy akár Visegrádtól Esztergomig is el tudunk majd hajózni. A másik új járat a Szentendre, Leányfalu, Tahitót falu és Visegrád útvonalon fog közlekedni. A nagyobb távolság miatt itt majd napi egyszeri járatok lesznek, és ugyanígy pénteken, szombaton és vasárnap lehet majd ezekre felszállni. Jól vizsgázott a betegek kezelésében is kipróbált új magyar lélegeztetőgép. A koronavírus járvány kezdetekor kifejlesztett számtalan újítást tartalmazó gép csak nem egy hónapja üzemel megbízhatóan a Semmelweis Egyetem klinikáján. Így hamarosan felkészülhetnek a sorozatgyártásra is. A nemzeti konzultáció egyik kérdése éppen arra vonatkozik, hogy a válaszadók támogatják-e, hogy a védekezéshez szükséges eszközöket Magyarországon állítsák elő, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat. Lucánt, a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet már egy hónapja használják a Semmelweis Egyetem intenzív osztályán, sikerrel. A gép alapját a Femtonics Kft. Saját tervezésű, a világban egyedülálló háromdimenziós mikroszkópja adta. Ennek a mikroszkópnak az alapja egy légpárnás asztal, amelyet, hogyha meglökünk kézzel, akkor pont ugyanúgy szuszog, mint egy lélegeztetőgép, és ez nem véletlen, mert ugyan szeleprendszer van benne, nagyon hasonló szeleprendszer van benne, mint egy lélegeztető berendezésben, és ezért tulajdonképpen ez a technikai tudás bázis az megvolt már a csapatban, és ugyan nulla szintről kezdtük a fejlesztést, de 9 nap alatt már létre tudtunk hozni egy duce egy nevezetű prototípus. A lélegeztetőgép fejlesztésében a Semmelweis Egyetem is részt vett. Szakmai tapasztalataikkal segítették egy olyan műszer elkészítését, amely megfelelő a koronavírusos betegek lélegeztetésére. Az eddigi klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy Luca pontosan és megbízhatóan látja el a feladatát. A számtalan újítást tartalmazó lélegeztetőgépet egy nagy teljesítményű vírus szűrővel is ellátták. Amiben speciális ez a lélegeztetőgép, hogy egy nagyon nagy teljesítményű filter van rajta, tehát minden kilélegzett levegőt úgy megszűr, hogy abból vírus, baktérium nem tud kikerülni a környező levegőbe, ezzel védi orvosok és a nővérek egészségét. A Femtonics Kft. Hetente akár 200 lélegeztetőgép előállítására is képes. Fejlesztésükkel párhuzamosan Magyarországon egyre több kutatócsoport foglalkozik azzal, hogy a jövőben hasonló készülékeket hozhassanak forgalomba. Ezeket a törekvéseket az állam is támogatja. A kormány 50 milliárd forintos keretet hozott létre azért, hogy támogassák az egészségügyi védőfelszerelések hazai gyártását. Ebből a meglévő gyártók bővíthetik kapacitásaikat, de új beruházások is létrejöhetnek. Legalább azt el kell érni, hogy a különböző veszélyhelyzetek esetére kritikusnak és az egészségügyi világszervezetnek különböző ajánlásai vannak, hogy különböző veszélyhelyzetek esetén mik minősülnek kritikus termékköröknek, hogy legalább a kritikus termékkörök gyártása az Magyarországon megvalósuljon. A Magyarországon gyártott egészségügyi felszerelések aránya megközelítőleg 18%, szemben egyes európai országokkal, ahol ez eléri a 70-80%-ot. A kormány ezen szeretne változtatni. A járványhelyzet világossá tette, hogy megerősített hazai egészségügyi gyártás nélkül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az ország. Magyarországnak ezért az az érdeke, hogy az egészségügyi védőeszközök terén is képes legyen az önellátásra. A nemzeti konzultációban az emberek ebben a témában is véleményt nyilváníthatnak. A kérdőív kitöltésével elmondhatják, hogy támogatják-e a koronavírus elleni védekezéshez szükséges felszerelések magyarországi előállítását. De nyilatkozhatnak arról is, hogy szükségesnek tartják-e ezen eszközök kivitelének korlátozását. A kérdőív kitér arra is, hogy a járványt követő gazdasági válság kezelésére Soros György az örökkötvények ötletével állt elő. Ezért a válaszadóktól arról kérnek véleményt, hogy elutasítják-e Soros György tervét, amely beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná Magyarországot. A nemzeti konzultációs kérdőívek július 15-ig mindenkihez eljutnak, több mint 230 ezren már vissza is küldték a válaszokat, ugyanakkor az interneten is ki lehet tölteni a kérdőívet. A határidő augusztus 15-e.
Új épületszárnyakat adtak át délelőtt a Veszprémi börtönben, valamint 9 másik hazai büntetés végrehajtási intézetben. Ezekben összesen csaknem 3000 új férőhelyet alakítottak ki. Így a fogvatartottak beköltöztetése után 100% alá csökken a magyarországi börtönök telítettsége. Varga Judit igazságügyi miniszter azt mondta a Veszprémi átadáson, hogy a zsúfoltság megszüntetésével az Európai Uniós normáknak mindenben megfelelő elhelyezési körülmények jönnek létre a hazai büntetés végrehajtási intézetekben. És azt is hozzátette, hogy a bűnelkövetők számára a börtön következmény, de egyben lehetőség is. Egyszerre szól a büntetésről, illetve arról, hogy az elkövetőt a büntetés letelte után visszavezessük a társadalomba. A munkáltatás, az oktatás, a jóvátételi programokban való részvétel mind azt segíti, hogy a fogvatartottak újra megtalálják a helyes irányt. Visszanyerjék reményüket és méltóságukat, ezzel csökkentve a visszaesés és a leszakadás esélyét. A koronavírus járvány miatt korábban elmaradt miniszteri elismeréseket adtak át a Földnapja, a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógus Nap alkalmából. Az agrárminiszter úgy fogalmazott, hogy a díjazott kutatók és oktatók munkájukkal megóvják Magyarország természeti értékeit és kulturális örökségét. Nagy István hozzátette, hogy a három jeles nap összefüggésben van egymással, hiszen a környezetet ünnepeljük és azt az embert, aki a környezetért felelős. Rajtunk, embereken múlik az, hogy milyen lesz ez a környezet. Rajtunk múlik, hogy mit adunk át örökségként. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a felnövő generáció. Rajtunk múlik, hogy ez a felnövő generáció hogyan viszonyul mindahhoz, ami számunkra fontos és érték. Átadták a 8. emlékerdőt, ezúttal a Somogy megyei Kaszon. Az ország mind a 22 erdőgazdaságában ültetnek egy hektáros területen gyümölcsfákat a 2021-es vadászati és természeti világkiállítás tiszteletére. A fák jövőre világba borulnak, és a világkiállítás dátumát adják majd ki. Ezzel a magyar erdőgazdálkodás előtt is tisztelegnek, amely példaértékű a világon. Erről beszélt Kovács Zoltán kormánybiztos. Az a tudomány, amit az erdészek, az erdőgazdálkodással foglalkozók művelnek, az világszínvonalú Magyarországon, példát mutat itt Európában, de a világ minden pontján, és egyúttal nem csak tudomány, hanem egy olyan tudás, amely generációról generációkra, most már évszázadok óta öröklődik, és amelyben nem csak az erdő, a fák gondozása, hanem a vadgazdálkodás, az időjáráshoz való alkalmazkodás, és egy sor más olyan elem összpontosul, amelyet joggal nevezünk tudásnak.